Tapolcaváros képviselőtestülete és az önkormányzat teljes apparátusa értékelve a kormány munkáját, szerettünk volna sokkal hatékonyabban együtt dolgozni a magyar kormánnyal, éppen ezért intézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy a bölcsődei ellátásunkat felfejlesztjük és javítsuk, hiszen a magyar kormány minél több kismamát szeretne újra visszasegíteni a munkaerőpiacra. Éppen ezért az elképzelésünk az, hogy a bölcsődénkből az alapellátáshoz tartozó kollégákat és eszközöket kiemeljük, hogy a bölcsődé egy profiltiszta intézményként tudjon működni, így még nagyobb és még nagyobb létszámmal, még jobb hatékonysággal tudjunk segíteni azoknak az anyukáknak, akik vissza szeretnének térni a munkaerőpiacra. Ehhez viszont szükségünk van arra az épületre, amit mögöttünk nekiálltak bontani. Úgy gondoljuk, hogy a kormány elvárásait és kívánságait figyelembe véve kértük a magyar kormányzattól azt, hogy vizsgálja felül az elképzelését és adja nekünk vissza ezt az épületet, hiszen szakmailag indokolt, hogy az alapellátást megkapja, és ez egy olyan állagú épület, ami teljes mértékben alkalmas arra, hogy az alapellátási intézetünket, az egészségfejlesztési irodánkat és családsegítő szolgálatunkat befogadja, és itt még egy megfelelő minőségű és nagyon szépen kivitelezett konyha is rendelkezésre áll, hogy a szociális ebédet kiosztó belőle. Azt, hogy időrendben miket és hogy tettünk azért, hogy megszerezzük, visszakapjuk ezt az épületet, ami egyébként valamikor Tapolcai volt, majd államosították, és most csak azt szeretnénk visszakapni, amit már elvettek tőlünk, ugyanúgy, mint annó a sebészetet, meg a belgyógyászatot. Megkérem országgyűlési képviselőt, hogy ismertesse, hogy milyen lépéseket tettünk az időben, hogy megszerezzük ezt az épületet. Én is tisztelettel és szeretettel köszöntöm a sajtó és a média megjelent munkatársait. Nagyon örülök, hogy elfogadták a meghívásunkat, hiszen egy közösséget és egy országot érintő problémáról, az egészségügy problémájáról van itt Tapolcán ismét szó. Polgármester úr nagy vonalakban elmondta, hogy mi mit szeretnénk, én elmondom, hogy hogy alakult ki ez a helyzet. Nem hinném, tehát elsősorban én nem hinném, hogy az állam, illetve bármelyik egészségügyi intézmény olyan gazdag lenne, hogy egy több millió forintból felújított épületet egy pillanat alatt ledózeroljon. Se a kormány nincs ilyen állapotban, se egyik kórház, és köztük a tapolcai kórház se, akinek az adósság állománya jelen pillanatban egy 470 millió forint. Az épületnek a tulajdonba vételére és megszerzésére 2015. július 31-én levelet írtunk az AEK-nek a főigazgatójának, dr. Onodi Szűz Zoltán részére, illetve az államtitkár úr részére, Zombor Gábor részére, illetve a főigazgató asszony is megkapta ezt a levelet. Közel másfél hónap telt el, erre a levélre, ezekre a levelekre választ nem kaptunk. Érdeklődve állunk előtte, hogy miért is nem, hiszen egy olyan ügyről van szó, ami Tapolca érdekét szolgálná, amit polgármester úr is elmondta. És mivel nem kaptunk rá választ, és láttuk azt a mozgást, hogy ezt az épületet le akarják rombolni, el akarják dózerolni, két nappal ezelőtt polgármester úr írt egy személyes megkeresésbe egy levelet a főigazgatóasszonyra, amelyre szintén nem érkezett válasz. Mi minden erővel meg fogjuk akadályozni azt, hogy ezt a bontást elvégezzék, üljenek le velünk egy asztalhoz beszélgetni arról, hogy miért szeretnék megszüntetni ezt az épületet, ők elmondják az ő érveiket, mi is elmondjuk a miénket, hogy mi miért szeretnénk ezt az épületet megkapni és felújítani, hogy panorámájában, illetve látványában is hozzáillő legyen a tapolcai kórházhoz. Akár élő láncot is alkotunk, és meggátoljuk a további építkezést a teljes területen. Még egyszer mondom, ennek a közösségnek alapérdeke, hogy figyelembe vegyék a kérését. Tehát egészen elképesztőnek tartom azt, hogy 6 héttel ezelőtt egy város nevében a polgármester, az alpolgármester, illetve az országgyűlési képviselő levelet intéz a minisztériumhoz, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ vezetőjéhez, nem kapunk választ. Szeptember 8-án megismételjük a kérésünket, arra sem jön semmilyen válasz. Majd tegnap, mikor a széles közvélemény elé fordultunk, és az internet segítségével egy segélykérő
már nem is üzenetet mondanék, inkább tájékoztatok közöleményt arról, hogy mik a szándékaink. Valószínűleg ennek hatására ma reggel nekiálltak a bontásnak. Tehát gyakorlatilag a mi kérésünkre, Tapolca város kérésére, ennek a közösségnek a kérésére, ez a közösség adófizető emberekből áll, vagy olyan nyugdíjasokból, akik több tíz évig, 40 évig robotoltak akár a bányában, ezeknek az embereknek a kérésére ez a válasz. Ez a válasz, hogy sutyomban nekiállnak bontani. Aki ezért felel, az szégyelje magát. Mi történik, hogyha holnap megjelennek a munkagépek és mégiscsak nekiállnak a bontásnak? Amit polgármester úr elmondott, hogy minden erővel megakadályozunk ezt. Ehhez várjuk Kismada jelentkezőket, az önkénteseket, ha kell egy élő láncot alkotunk az épület körül, hiszen, hogyha, és az polgármester úr is elmondta, ezt a tapolcai embereknek a pénzéből építették annó, ezt az egészet, amit most átalakítanak, és amit elvettek. És az hadd maradjon már, amilyen. Tehát minden, a jogászaink megvizsgálták a dolgot, jogi segítség is lesz, úgyhogy mindenki megnyugodhat, várjuk őket, hogyha olyan irányú lépéseket látunk, hogy elkezdik újból a bontást, akkor mit leszünk. Hol a frakció rész, szóba kerül ez a téma? Természetesen nem csak ott, hanem a parlament padsorai között is fel fogok szólalni. De én úgy gondolom, hogy ez nem csak egy pártnak platformjára tartozik, ez minden. Én ugyanúgy várom az MSZP felszólalását, sőt, várom a Fidesznek a felszólalását is, hogy igenis védjék meg ezt, hiszen ez egy pazarlás, amit elmondtam, hogy több száz millió forintot eldózerolunk. Tehát én úgy gondolom, hogy ez minden egyes fórumnál fog hangzani. Holnap a frakciórésen, az biztos, én már beszéltem elnök úrral, az egészségügyet amúgy is a Jobbik kiemeltként kezeli, és a tapolcai kórház azt meg szívügyekként kezeli, ugyanúgy, mint a város, mert nagyon megszerettem.